Érdekes feladatok, felkészültség és bizonyítási vágy. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének hívószavára gyűltek össze az általános és középiskolások, valamint egy felnőtt csapat, az Apácai Kvintetje, hogy tudásukról adjanak számot a 42. felmenőrendszerű elsősegélynyújtó versenyen, melyen hagyományosan nagy volt az érdeklődés. Az a nem titkolt célunk ezzel, hogy minél több gyerek, ember megtanuljon elsősegélyt nyújtani. Ugyanis az a tapasztalatunk sajnos a mentősökkel együttműködve, egyetértve, hogy nagyon kevés ember mer egy közúti elsősegély nyújtó versenyen kívül, tehát egy baleset helyszínén nagyon kevés ember mer segítséget nyújtani a rászorulóknak, pedig sokszor csak egy stabil oldalfekvéssel már életet lehetne menteni ott a helyszínen. Először az általános iskolások feszültek fiatalos hévvel a feladatoknak, de a végén csak egy csapat csaphatott a levegőbe. A Gárdonyi Géza általános iskola ötös fogata, egy ponttal ugyan, de megnyerte a versenyt. Nagyon örülök, nem gondoltuk volna, mert ugye nálunk kisebb gyerekek is vannak, mint a többi csapatban, ugyanis a többiek nagyrészt felsősökkel voltak, nálunk pedig két hatodikos, két negyedikes és egy harmadikas kis diákkal versenyeztünk. A versenyre összesen 9 középiskolai kvintett érkezett, hogy rátermettségüket és egészségügyi ismereteiket először teszt kitöltésével, majd a gyakorlati feladatokkal bizonyítsák. A diákok 4 úgynevezett kárhelyet látogattak meg, ahol újraélesztés vagy éppen az artériás vérzés felismerése várta őket. És akadtak, akik igazán komolyan vették a megméretést. Szerintem sok, hogyha valaki rosszul lesz az utcán, vagy elmegyünk bulizni, akkor mi is tudjunk segítséget nyújtani addig, amíg a mentők ki nem érkeznek. És én különösen fontosnak tartom, mert hát én mentorvos is szeretnék lenni, úgyhogy a környezetemet is így próbálom erre toborozni, hogy ezt tanulják. A 42. felmenő rendszerű elsősegélynyújtó verseny legjobbjai nem csak az első helyért járó elismeréssel, hanem a lehetőséggel is gazdagodtak, hogy május végén az országos versenyen bizonyítsanak.